A Hradek család Szekszárd egyik legnagyobb jelentőséggel bíró kézműiparos családja volt a 19. századtól. Ekkor kezdtek el ugyanis a bádogossággal foglalkozni, és tették ezt szünet nélkül 5 generáción keresztül. A családnak a története az a 19. században nyúlik vissza. Valószínűleg, hogy előbbre is, de a történeti írott forrásokban 1828-ban találtuk meg őket legelőször. Jakobus Hradek, tehát ugye latinosan Luminariusnak, tehát bádogosnak írta, nevezte az 1828-as összeírás is. Tehát az biztos, hogy a visszamenőleg az 5. generáció a források tanúsága szerint is a bádogosságot művelte. Azért is jelentős ez a forrás, mert ez azt jelentette, hogy a családnak a biztos megélhetését adta maga a kézműiparos szakma. Tehát ebben az időben előfordult olyan is, hogy van, aki csak időlegesen az év egyharmadába dolgozott iparosként, a többiben a mezőgazdaságból élt meg. Azonban, hogyha ez az összeírás felgyűjtötte, akkor biztosan tudjuk, hogy a fő megélhetési forrása a bádogos szakma volt. A mesterséget Hradek József vitte tovább az 1800-as évek közepén, majd őt fia Hradek Károly Lajos követte. A dolog érdekessége a család történetében, hogy ő valószínűleg legényvádorlása során jutott el Ausztriába, és ott ausztriai származású felesége Prazer Juliannát hozza haza, és így költöznek Szekszárdra. Az ő házasságukból születik, majd később Hradek Lajos, aki a legutolsó generációnak ugye az édesapja volt. És Hradek Lajos születésével ő már a 4. generációs bádogos mester volt a családban. És így jutunk el tulajdonképpen a legutolsó generációhoz, Hradek Lajos Istvánhoz, akit fiatalabb Hradek Lajosnak is szoktak nevezni. A bádogos mesterség a fémműves kisipar speciális ágazatának tekinthető, ami szoros rokonságban áll a kovács mesterséggel. Nem véletlen, hogy a bádogosok többnyire ugyanazokat az eszközöket, szerszámokat használták, mint a kovácsok. A bádogos mesterség alapvetően itt a 19. században nagyon sok terméknek az előállítását jelentette. Az eres csatornákon, illetve a háznak a bádogozásán kívül nagyon sok olyan háztartási eszközt is ők gyártottak, például mint az öntözőkannát, ami ugye a cégérben is megjelenik, különböző vödröket, de dézsákat, a disznóvágásnál használt nagy üstöket, üstházakat készítettek, szeneskannákat, belső háztartási eszközöket, edényeket, poharakat, szűrőkanalakat. Tehát ezeket mind a háznál lévő műhelyben, vagy pedig ugye vásárokon árulták. Ugyancsak a jelentőségüket mutatja, hogy a fürdőszoba elterjedésével a polgári lakásokban a két világháború között nem csak fürdőkádokat is készítettek, és nagyon sokszor ők készítették el a vízvezeték csöveket. Éppen ezért a két világháborútól kezdődően nagyon sok bádogos, épületbádogos a vízvezeték szerelés szakmáját is megtanulta. Így volt Hradek Lajos Istvánnál, illetve az édesapjánál, Hradek Lajosnál is. A 19-20. Század fordulóján 45 bádogos mester dolgozott Tolna megyében, ebből 8 Szekszárdon. Hradek Lajos István utolsó nagyszabású munkáját a szekszárdi Szent István ház tetőzetének felújítását önkéntes alapon társadalmi munkában végezte el 2012-ben. Ekkor 81 éves volt. 85 éves volt, amikor 2015-ben fölvette a kapcsolatot a Bosinszky-Mord megyei múzeummal, és fölajánlotta a család történetét jelképező műhelynek az átadását. Tulajdonképpen a műhelyben talált eszközök, tehát egy rendkívül gazdag hagyatékról van szó, csípő, vágóeszközök, kalapácsok, üllőknek a garmada, megtalálhatók benne különböző satúk, olyan Németországból, Csehországból származó ipar által gyártott gépek, amelyek mind-mind a bádoglemezek hajtogatásához, peremezéséhez, lyukasztásához, alakításához valók. Tehát azt lehet mondani, hogy ténylegesen ez a hagyaték, ez a bádogos műhely leképezi egy több generációs, 200 éves családnak a kézműipar történetét.
A 19. század elején készült cégér a családi jelképévé vált, ez csak a mester halála után kerülhetett a múzeum gyűjteményébe.